A műsor támogatója a Járműkontroll Magyarország Kft. A műholdas járművédelem specialistája. A műsor támogatója a Lumár autóüvegfóliák és a Grafivrap autóbevonó fóliák forgalmazója. Partnerünk a Fortuna BT, a motorfelújítás szakértője. A Sportverda támogatója a BL Óra Szalon országos bolthálózat. A műsor támogatója az új SsangYong Rexton forgalmazója, a Fabian Auto. A műsor támogatója a Motoparts, motorikus alkatrészek. Hölgyeim és uraim, ha minket vártak, hát itt vagyunk. Hamarosan kezdődik a nagyon rendhagyó autós műsor. A stúdióban már ott van a műsorvezető, Tordai István. Üdvözlet, ez a Sportverda. Egyelőre még egyedül vagyok itt a stúdióban, de érkezik már mai első vendégünk, nyertes Zsuzsa. Kisvirág is begördült, és amíg a lányok ideérnek, nézzük, mi lesz ma. Mondjatok nekem néhány Porsche ellenvonást. Olyan nagyon gömbölyű. A formája. Azt mondtam, hogy nagyon gömbölyű. Hol van a motorja? Hát. Elől. Vagy? Mellette. A Pitty is ott is. Porsche 911 GTS. Igazi szupersportkocsi a férfiasabb fajtából. Itt nincsenek trükkös hangeffektek, mint például az i8-as BMW-ben. Nagy motorja van, és ezt hallani is. 3000-es, 6 hengeres, biturbo boxer, 450 ló. Ha csak úgy botorkálunk, akkor bár folyamatosan érezni, hogy készül valamire, de alapvetően kellemes és kényelmes. Viszont, hogyha elérjük a 4000-es fordulatot, akkor elkezd hangosan fújtatni, meg röfögni, és szétrobban a világ. A gyártó szerint 8,4 liter az átlagfogyasztása, valójában 13 fölött, de kit érdekel. Bozasztó módba kapcsolva könyörtelen megindulás lesz meg, hirtelen szerelembe esett nők. No meg, tisztelet a több mint fél évszázados fejlesztő munka előtt. Egyébként ilyen és ehhez hasonló autókat ki lehet próbálni instruktorok segítségével itt a Hungaroringen. Soha meg nem öregedő formájú izmos békánk első ízben 1963-ban jelent meg, így a Corvette után a földkerekség legrégebben folyamatosan gyártásban lévő sportautója. A kezdeti puritánságból luxus lett. Az utastérben nemes anyagok, tökéletes összeszerelés és tökéletes összhang. Harcias német nemes. A régi 911-esekhez képest a legújabb már egyáltalán nem kis autó. Akkora, mint például a Renault Megane GT, csak ebben biztosan nem fér el 5 személy. Panamera, Macan, Cayenne, 718, mindannyian Porsche-k, de a Porsche az mind a mai napig a 911-es. Jelenleg 23 különböző 911-es Porsche van a palettán, csak az alapkarrierából 8 féle létezik, legfelül a 700 lóerős GT2 RS domborít. A GTS-t úgy jellemezhetjük, hogy sportosabb, mint az alapverziók, versenypályán azoknál fickósabb, de a hétköznapi használhatósága is megmaradt. A
GTS-t annak szánják, aki nap mint nap szeretne vele munkába járni, és alkalmasint kimehet vele versenypályára is, eltorzítani a teret. De leginkább annak szánják, akinek van pénze. Ugyanis ez a GTS olyan 45-50 millióba kerül. Jó napot kívánok! GTS-ből van kupé, kabrió és targa változat, hátsó és összkerékhajtással. Ez a hátsó kerékhajtású kabrió, végsebessége 308 km/h. Gyári adat szerint 3,8 alatt van százon, ami valójában 3,5. Majdnem olyan gyors, mint a Ferrari 458 Itália. Csak nem annyira botrányos. Egyenes futása, stabilitása zavarba ejtően precíz. Futóműve zseniális, a kormányzásnál pedig nem érezni, hogy a hátuljában van a motor. Német tökéletesség, mindig és mindenhol. Ilyenkor úgy érezzük, hogy egy 600 kilós antik zongora nehezedik a mellkasunkra. És mindezek ellenére, vagy talán pont ezért, imádjuk a komoly zenét. Több 911-es Porsche-t kipróbálhattam már, volt olyan tuningot, Turbo S, ami 2,4 alatt futotta le a százat. Meg annyi Porsche-n túl, csak azt tudom javasolni, hogy a 911-es legyen a világ örökség része.